Így nézett ki nyár elején a harangodi víztározó. A nagykáló melletti tó medréből szándékosan engedték le a vizet, hogy aztán mintegy egy 200 ezer köbméteri szapot eltávolítva, és új víz visszatartó műtárgyakat megépítve újra feltöltsék azt egy több millió forintos projekt keretében. Ennek ellenére az 1979-ben létesített tározónál is megfigyelhető az egész térségre jellemző folyamat, évről évre egyre kisebb a víz utánpótlása. A megyében már 15-20 év megjelentek a vízhiányra utaló jelek. 2020-ban egy tanulmány készült a helyzet elemzésére, amely a folyamat felgyorsulását igazolta vissza. Noha az elmúlt egy-másfél évtizedben számos árvízvédelmi és vízgazdálkodási beavatkozásra került sor, ezek a nyírséget jellemzően nem érintették. Most azonban ez a térség is napi rendre került, egy projekt indult, amely kimondottan az észak nyírség javítását tűzte ki célul, Beszélt a részletekről a tervezése megbízott vezetője 35 perc című műsorunkban. Hát ugye a nyírség az egy, homoká, egy, egy hátsági terület, hasonlóan a, a Dunatisza közi homokátsághoz. Ennek ugye több rész ö, tájegysége van, északnyírség, délnyírség, keletnyírség. Ez a projekt ö, tervezési munka, ez az északnyírségi területre terjed ki, ez tulajdonképpen a nyírségnek az a része, ami a, a vizek a lónyai főcsatorna vízgyűjtőjébe folynak, kb. 2100 négyzetkilométeres területű, 40-41 település található rajta, és több mint 260, 270 ezer lakos él itt. A tervezési programnak öt lényeges eleme van, amelyek mind a felborult vízháztartási egyensúly helyreállítására irányulnak. A legfontosabb cél, hogy vizet juttassanak a tisztából az északnyírség legmagasabban fekvő területére, hogy onnan a jelenleg meglévő vízhálózaton keresztül elvezessék azt a térség többi részére. Ezen túl további víztározók építésére van szükség, 11 újat terveznek a jelenleg meglévő hét mellé. A víz visszatartásra is hangsúlyt fektetnének, ez mintegy egy 250-300 helyen valósulhat meg, jelentős ökológiai szerepet játszva. Mivel körülbelül 5-6 ezer ingatlan lehet érintett a projektben, így ingatlan rendezésre is szükség lesz a kivitelezés során, melynek tervezési fázisa az idén évelején kezdődött el. Az engedélyezési folyamatokat is beszámítva is igen jelentős engedélyezési eljárásokra kell sort kerítenünk jövő végére vállaltuk azt, hogy egyrészt elkészülnek a műszaki tervek, illetve megszerezzük azokat az engedélyeket, amelyek a kivitelezés elkezdéséhez szükségesek, majd pedig a tervezési folyamat zárásaként a feladatunk az, hogy azokat a tender dokumentációkat is előkészítsük, amelyek már a kivitelezési közbeszerzések megalapozását szolgálják. Tehát ez váratlan, sőt, biztos vagyok benne, hogy jövő végéig el fognak készülni. A tervek megvalósítása és a látható munka ezt követően 2024-ben indulhat el, és a tervek szerint 2026-27-re jelenhet meg a nyírség ezen részében a tiszai víz. A cél, hogy egy későbbi fázisban a kelet- és középnyírségi területekre is vizet juttassanak.